Sziasztok, már küldött nekem egy egyperces pályát. Azt mondta, hogy szerintem nem kéne beleraknom a videóba, de annyira poén, hogy legalább ugye az intro előtt muszáj megmutatnom. Tehát már küldte, és az a neve, hogy, vagy az a címe, hogy Sies. Akkor lássuk. Ez az én egyperces pályám, Sies, történet Sies. A pályát készítette Sie, az a Havasi Márk. Elégszítési, elkészítési idő Sies. Köszönöm, hogy végigvitted. Sziasztok, egyperces pályák, hetedik rész. És az első pályát... Van itt egy TXT, abban van név, ott van egy készítő. Jó, hát akkor kezdjük a TXT-vel. Na, szóval a készítő neve az Red Dead 2, és a pályán neve az, hogy szerencsétlenség. Akkor indítom is. Szóval igen, van a pályán mellett egy TXT. Elkészítési idő, hossza, verzió, jó, ez nem lényeg. Az esetleges hibákért elnézést kérek. Jó. Itt minden instrukció. Jó, ez igazából nem is fontos. Elkezdem újra az órát, mert ez nem is kell a pályához. Nem tudom. Jó, most ilyen kedves leszek és... Mert nincsen benne semmi, hogy mit kell csinálni. Csak az van leírva, hogy minden a térképen van, szóval... Ezt most akkor vegyük semminek. És akkor újra. Ja, és már is tele van írva a chat, hát ez már egy perc lesz. Szabályok, csak engedélye üthetsz ki blokkot, mindig kövesd a történetet, ne térj le az útról, segédprogramok használata tilos, mindig a pályakészítőnek van igaza, ha mégse nem lenne az ölbi szabály lép érvénybe, ha a hang ideállítása tilos, történet téged Sanyinak hívnak, ebben a bányában dolgozol a mai nap is úgy kezdődött, mint az eddigiek, csak sajnos nagy hibát, egy hibát követően elcsúsztál a lejtett szendvicsen, és nekiestél a tartó gerendának. Vicces történet. Ez miatt a bánya kiárata beomlott, itt ragadtál. Tisztíts meg a bánya kiáratába ömlött gránit törmeléket. Csákány bányában találsz valahol elejtve. Jó, sietünk. Ja, nagyon kevés idő maradt. Aha, ezt kell lezúzni. És van itt egy ruha. Milyen ruha ez? Protection. Ez mi? Valat valami? Ja, és le is járt. Igen, ennyi. Úgyhogy... jó, csak hát nem, eseményen egy percesre lett kitalálva. Annál sokkal egyszerűbbeket kell. Ez túl összetett hozzá. Nem ez a... nem az a műfaj. De azért megnézzük. Jaj, de... devak vagyok. Hát csak Ryan-tól ütötted ki. Hát ezt commanddal meg lehet csinálni. De nem csinálta meg. Ja, hogy eleve nem is kalandba vagyok, nem baj. Igen, ha a gyémánt blokkon nem találsz itemet, akkor a fölötted lévő fa blokkot kiütheted. Jó, csak ki kell ütni, akkor tényleg beleférne az egy percbe, csak túl sok a szöveg. Ja. Feladat sikeresen teljesítve, gratulok, sikeresen... Ja, már nem kell sietni. Sikeresen teljesítetted az általam elkészített kalandpályát, megmenekültél a bányából, és a kibányászott érceket eladva élvezhetted, hogy milyen is gazdagnak lenni. Hó. De sajnos másnap, mikor... Oppa, még sincs vége. Mikor reggeliztél, egy hatalmas csirke comb, igen, csirke comb a torkodon akadt és meghaltál. Hát igen, ezt hívják szívesnek. Red Dead 2 készítette hátba veregedés magamnak a jutalom. Liter water. Gratuláció. Még egy gratuláció. Utólag is gratulálok. De szeret írni a készítő. Hogy kijátszottad ezt a kalandpályát, ami eseményekben gazdag és szórakoztató volt. És milyen szerény. Tudom, profi vagyok. Nagyon szerény. Remélem érezted a szövegbe az iróniát. A pályát készítette reddet tud. Jó. Egyébként szépen meg volt csinálva. Az oké. Okay. A sok szöveg az. Még a játékmenet is simán befér az egy percbe, csak a sok-sok-sok szöveg. Következő. A következő pályát Tommy 2020 készítette, és az e-mailben azt írta, hogy a neve a nagy fülpucolás, de a pálya és a mappa neve is gyors fülpucolás. Na. Úgyhogy most nem tudom, melyik legyen. Akkor kezdjük is. Főtisztító. Fú, ez megint egy ilyen... Dónájás.
Nem írt semmit, de hát a címével adva gondolom, hogy fúj. Ez nem is semmi. Jutalom boldog a feleséged. Köszönöm, végigvitted a mapom, gratulálok, meg egy liter water. És még csak fél percnél se tartunk. Jutalom boldog a feleséged. Jutalom, igen, ilyen Tomi 2020 készítette. Hát jó, akkor egy kicsit meg pucolok. Feleséged gyémát gyűrre. Ó, hogy azért boldog. Ez jó. Gondolom a fekete a ször. Igen, úgy lehetett volna ez még javaslat, hogy ne jussak ide idő előtt, hogy itt van valami ellenőrzőmbe, be kell dobni a gyémántot, mit tudom, egy ilyen dropper. Még mindig nem járt le az idő. És akkor úgy tutira csak akkor, és akkor úgy tutira értem, hogy miért boldog a feleségem. Gyémánt gyűrjön a fülembe. Jó, ez ötletes volt. Na lejárt már? Jó, lejárt. Yeah. A következő pályán, na nem néztem meg előre. Igen, nem írtál, nem tudom, ki fog-e derülni a pályán. Hát így e-mail alapján. Jó, inkább megvárom, hogy kiderül-e a pályán. Ja, de itt van, de vak vagyok. Enderman Fighter készítette, és a címe az, hogy egy perc. És már most látom, hogy kreatív vagyok. Figyeljetek oda az ilyenekre. De ezért büntetésben mindig kreatívba szoktam maradni. Hiszen úgy hagytátok. Hát akkor indítás. Minden be van állítva. Minek nyomolt a szegény gombokat. Írd be az, hogy difficulty 2. Na nehogy már én szerkesztem a pályát. Ez a pálya nem 1.8, hanem 1.7.5-ös. Jó. A pálya kivérte egy perc alatt. Jaj, de jó, ilyen láthatatlan labirintus. Egyébként most lehet, hogy morcos lesz a készítő, de 1.8-ban vagyok. Hát ez a legújabb verzió, és na, azért átlagban 1.8-ra szoktak küldeni. Jaj. És működni fog valószínűleg, hiszen előrefelé kompatibilis, ajaj. Mennyi, ó, Isten. Az ennyire rossz, nem lehetek. És én nem vagyok ennyire rossz matekból. Kés. Haha, igen, nem írtam be. Spiszulom vagyok. Jó, nem baj, nem bánom, hogy de sima izé volt. Parkour, labirintus. Nem ebben a sorrendben. Közben legyen, de nagyjából végigértem. Szerintem csak pár másodperc jelzott a végén. Itt a fejem. Jaj, de jó fejed van. Remélem tetszett. A jutalom a kapszula mögött van, nézd meg azt is. Köszönjük, hogy kivitted a pályámat, Enderman Fighter csinálta, kérek értékelt, hogy a közeljövőben jobb pályákat tudjak készíteni. Ó, szívesen, ne csinálj ilyen átlagfeladatokat. Parkour, labirintus, tehát semmi, csak így, meg quiz. Tényleg ez egy ilyen egyperces gyűjteménye volt a kliséknek, ugye a lerágott csontoknak. Ja, hogy az. Jó, én úgy értettem, hogy így mögötte, igen, azt láttam a csabusa feliratot. Következő. A következő pályát a Moland csinálta, és az a címe, hogy egy perec és vesztesz. Érdekes cím. Hát már most látom, hogy kreatív, meg minden cucc nálam van. Most ahhoz képest, hogy a levélben kikérte magának, hogy ne... Tehát, hogy ő nem egy 10 éves noob. Jó, hát nem leszek nagyon gonosz, és megnézem, hol van a pálya, de nem olyan nehéz, hogyha ha szólóban csináljátok, akkor ott léptek ki olyan játékmódba, ahol kezdeni kell a pályát. Ha meg multiba csináljátok, akkor meg gondoskodjatok róla, indítsátok el szólóban, és menjetek oda, ahol kell lenni. Tehát nem olyan nagy dolog. Itt is vagyok, megkerestem a kezdőhelyet, és túlélőbe állítottam magam, mert feltételezem, hogyha nem tudta, hogy kell beállítani a kezdőhelyet, akkor azt sem tudja, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kaland játékmódra. Hát akkor start. Nyom meg. Nyomj meg, te állat. Történet. Nem tudod, hol kezdődik a pálya. Hát tényleg nem. Szabályok, ne csalj. Rólad, hülye vagy, és fuss. Hülye vagy. Ilyen vagy. Keres felkészülni? Ah, ja is ilyen vagy.
Paper Mateje. Pálya felrobbantása vége. Gyors volt, és tényleg belefért az egy percbe. Inkább nem mondok semmit, és lapozzam végig az 50 oldalt. Na jó. Még belefér az egy percbe. Ezt a pálya felrobbantós mániát nem értem. Miért jó felrobbantani egy pályát? Gratulok, sikerült elapozom, idegezít, megnyerted a legjobb ember címet, tastas. Ezt ide rakom, és nem fog elindulni. Semmi. Közben lejárt természetesen, de végig is értem rajta. Volt benne poén ez a... Egy bele kellett volna szállnom, ó, vág ezt. Valamiért én azt gondoltam, hogy... Hogy elküldöm a kocsit és meg az felrobbantja. Nem tudom miért. Ja, de tudom miért, mert hát csak ez kívülről, ez csak kívülről lehet lenni, tehát... Ugye úgy volt megcsinálva, ha azt hitteni. A következő pályát Dani készítette, a neve után írt még egy tucat számot, de azt nem fogom elolvasni. Ja, és a pálya címe, igen. Bosszú egy perc alatt másolata. Másolata. Furán hangzik, de oké. Hát akkor indítom is. Ez olyan fura, nem nyomódnak meg. Az igen. Jó, hát ez egy hatalmas izé, hatalmas lag. Jó, újraindítom, ez így esélytelen. Itt vagyok, újra beraktam pályát. Még mindig gyanús ez nekem. Egyszerűen le vagyok fagyva, tehát nem tudom, mi történik. Üdv a mapon, meg egy liter water, ez a map, meg egy liter water, a második videó bosszúja, mert nem említetted meg a mapot, meg egy liter water. Ezen a mapon, meg egy liter water nem lesz semmi élvezet, csak egy perc futás, jó szórakozást. Egyébként nem mindig tudom el a stoppert, úgyhogy nem fogom tudni megmutatni, meddig jutottam, de... De nem baj, ott látjátok, ti látjátok. Egyébként nem, az a lényeg, hogy ellopták az új tehenet, egy percet van visszaszerezni, vagy meghal a vágóhídon. Sies parkour. Ez a sötét, ez rossz ötlet volt, úgyhogy most csalni fogok. Nem set time, time set. Hey. Majd ezt először nyom meg. Majd ezt, ja, először ezt tipp. Írd be, hogy Game Mode 1 is repül fel, de nem nős ki semmi. Jó! Ötletes. Oké, ott a hentes, kérdezd meg tőle, hol a tehén, és te jelz vele. Te jelz, úristen. Hol a teja és a tehén? Mi ez? Setnek. Fordítva írtam, visszafelé írtam. Elején hentes, a elején pálya a. Hogy a pálya elején. Értem, tehát a szavakat egyesével visszafelé kell olvasni, de a mondatban előre kell haladni. Csak menjek vissza a pálya elejére. De hogy megyek vissza a pálya elejére? Nem tudom miért akadt annyira, el nem tudom képzelni, hogy mi történt. Ó, meghalt. Most nézem. Vége. Happy End plusz egy. Melyikkel kezdjem? Egyik se a te tehened. Őt megölték már, mivel hazudtam. 10 másodpercet volt, bocsi. Remélem tetszett. Igaz, nem volt benne sok dolog, de egy perc alatt nem is lehet. Én próbálok olyan mapot építeni, meg egy liter water, ami tényleg kivéltve egy perc alatt. De nézd a jó oldalát.
Nem hal széhen. Tényleg. Jó poén volt egyébként, az alapötlet az tök jó volt. Tehát voltak benne jó poénak, csak... nem tudom, aztán a kidolgozás. Kreatívba váltok. Ja, hogy nem visszavált. Jó, mindegy, akkor nem nézek körül. Oké, tehát ennek jó volt az alapötlete, csak kicsit kidolgozatlan volt, szerintem. De a kedvencem talán a fülpucolás. A bánya az szépen volt megépítve, igen, túl sok volt az írás. A fülpucolás az azért, mert olyan... fúj. Jó, találkozunk a 8. részben, illetve hogyha lesz előtte más videó, ezt nem tudom minek mondom, öcsi, erről le fogok szokni. A kézükön jól jön.